Eljön már! Sziasztok! Ebben a videóban azt mutatom meg, hogy hogyan tudtok tárószöveget írni. Rengetegszer kapok ezzel kapcsolatban kérdést, hogyan lehet színesen írni, hogyan lehet kattintható szöveget írni, hogyan lehet olyan szöveget írni, ami weblapot hoz elő, vagy hogy egyáltalán 1.9-ben miért nem működik a táró, mert korábbi videómból lemásoltak és mégsem működik, meg hogyan lehet több szavasat, stb. Mindegy, sok kérdés van, ezekre mind választ kaptok. Gyorsan pár mítoszt szeretnék is így eloszlatni, vagy megoldani. Ugye úgy van a parancs, hogy Terro, aztán kik azok, akik láthassák, most egy ilyen kukaca, tehát mindenki, azt, hogy... És akkor ugye jön egy kapcsolzárójel jön, text és valami szöveg. Így. Mert ez régen működött, most már nem működik. Azért nem működik, mert most már nem elég a szöveget idézőjelekbe tenni, illetve macska körmök közé rakni, hanem magát, a tagnek a nevét, tehát ezt a textet is így macska körmök közé kell rakni. Ez így működik. Amikor nem működött több szóval, az is ugyanemiatt volt, mert ezt lehagytátok, macska körmök nélkül beírtátok. Így. Szóközök elválasztva. És hát a játék meg nem tudta, hogy hol kezdődik, hol végződik. Erre van a macska köröm. Így. Ezt mennyom, és akkor ott van szöveg. Hogy hogyan lehet színezni, az meg így a color. Ezt is macska körmök közé kell írni. Kettős pont. És akkor most írja zölddel. Így. Na és most nézzünk valami összetettebbet. Ehhez már notepad-et használok. Ez talán még ki fog férni a chatre, de hát nyilván a pályán írásban, amikor egy párbeszédet akartok megírni, akkor egy idő után nem fog kommandok fog kelleni. Viszont abban csak egyetlen sor látható. Én már nagyon régóta várom, hogy végre több sorosra csinálják a kommandokat, úgyhogy ajánlatos valami szövegszerkesztő programot használni. Például Notepad++ nagyon tudom ajánlani, ingyenes egyébként. Na, egyenre sima alaphelyzet, tehát mindenki lássa. Egyébként ugye ennek a szelektornak lehetne meg ide adni kapcsolzárójelbe dolgokat, nem is tudom. Mondjuk azok lássák, akinek a score x legalább 1. De most ilyet nem fogok csinálni. Akkor ide is írok egy ilyen szöveget. Egyenre az van itt, hogy hello. És mondjuk szeretném más színnel kírni az, hogy hello idegen. Ja igen, adjunk neki akkor egy szint. Mondjuk ez a hello, ez lesz zöld. Ó igen, Notepad++-hoz lehet letölteni Minecraft nyelvet. Azt is tudom javasolni. Így, és ez így szépen megszínezi, most egy kicsit átláthatóbb lesz. Na, tehát most ez ugye kírja a zölddel, hogy hello. Oké. És azt szeretném kérni, hogy idegen, de mondjuk az idegen az meg pirossal legyen. Most ez egy másik ilyen kapcsolós zárójeles rész. Ott van, ugye vesző van utána. Idegen és pirossal, kicsit egybefolyik, úgyhogy ezt így újsorba fogom törni. Na, de ez kevés, mivel ez már több elemből áll, több ilyen, hát ezt objektumnak szoktuk egyébként hívni, ezért szögletes zárójel közé kell tenni ezt a két kapcsolós zárójeles részt. És akkor ezt most futtassuk is le, megpróbálom chatben lefuttatni. Ha, még kiférhet? Úgy, hello idegen. Ugye egyben van a két szó, mert nem írtam ide szó közt. A hello meg az idegen közé, most akár a hello után, vagy az idegen elé írhatok, mondjuk de a hello után. És kérem azt, hogy hello idegen, ez tök jó. Nyilván, hogyha szeretnétek egy újabb részt más színnel, akkor az megint egy ilyen kapcsolós zárójeles rész. Hello, valamilyen idegen legyen, kedves idegen. Így látjátok, a hello és az idegen közé beírtam ezt a kedves részt. Ki is próbáljuk játékban. Hú, ez már nem fér ki, ott látszik, hogy kimarad a vége. Akkor ez meg kommandokat kell használni. Így. Hello, kedves idegen. Különböző színekkel kiírtam. Tök jó. Szoktátok még kérdezni, hogy sortörést hogyan lehet. Ez a backslash n. Azaz, Alt-GR-Q az a backslash, ez a fordított perjel. Mondjuk hogyan legyen. Ahova ezt beírjátok, ott meg fog törni a sor. Például, hogy ide a hello után, itt a szóköz helyére egy ilyen backslash-t írok. Backslash-ent. Akkor ez azt jelenti, hogy a hello után lesz egy sortörés. Ott van. Hello,
Aztán jön ugye a backslash-en, és kedves idegen. Én ugye szeretem úgy kezdeni azt ezeket a szövegeket, hogy két backslash-en, hogy jól elkülönüljön, hogy mi az új szöveg, és mi volt idáig. Ugye többször is lehet backslash-ent inni, akkor nyilván többször fog sor törni. Na, ebből már ugye össze lehet rakni egy beszélgetést, tehát mondjuk az egyik azt mondja, hogy hello, a másik azt, hogy kedves idegen. Tehát, hogyha így ránéztek, ez már hasonlít egy beszélgetésre, tehát csak elég kellett volna írnom egy nevet, és aztán egy szöveget. Ez a kedves idegen például pont arra példa, hogy van itt valamilyen név, valamilyen színnel, utána pedig a szövege egy másik színnel. De mondjuk én a játékos nevét szeretném kírni, nem az, hogy kedves idegen. Vagy nem az, hogy idegen. De ugyanúgy piros színnel. Ilyenkor nem azt kell írni, hogy text, hanem az, hogy selector. És ennek értéknek pedig egy selectort kell megadni. Tehát például azt írom, hogy kukac p, a legközelebbi játékost. Egyébként ennél is, ez is ugyanolyan selector. Tehát ehhez is még lehetne írni, hogy akinek a szkórja x, és a többi. Ezt most bemásoljuk. És ott van, hogy hello, kedves Csabusa, én vagyok a legközelebbi játékos, az én nevemet írja ki. Entitásokra is lehet hivatkozni, akkor ilyenkor ugye kukac e-t írtok, és nem tudom, különböző feltételeket, szöget egy zárójelbe, szerintem sokan ismeritek a technikákat. Kattintható szövegek, illetve még a formázásra egy kicsit térjünk rá. Lehet ugye szint megadni, meg azt is meg lehet adni, hogy félkövé legyen, áthúzott, vagy dőlt. Netről gyorsan bemásoltam ezeket a formázási lehetőségeket. Látjátok, ott van, mindegyikben az van írva, hogy hello, van bold, ez ugye a félkövér, italic, az a dirt, underlined, aláhúzott, strike through, áthúzott, obfocusated, vagy ne, hogy kell kimondani, ez amikor így véletlenszerűen így váltogatja a karaktereket. Illetve ezeket a tegeket lehet halmozni, a legalsóban megadtam, hogy bold is legyen, meg underlined is. Látszik, hogy ezeknek true vagy false értéket kell megadni. És akkor ott van, látjátok, a kedves Csabusa után a dölt, illetve félkövér dölt, aláhúzott, áthúzott, kaotikus, és a félkövér aláhúzott. Na most ezekből csak az utolsót hagyom meg, és megmutatom a kattintható szöveget. Ha azt szeretném, hogy erre a szövegre kattintani is lehet, akkor felveszem a click event tulajdonságát. Most ugye csinálok egy ilyen sortörést, click event, és utána kapcsolzárójelek kellenek, mert ebbe tök tag lesz, nem csak egy tulajdonsága van. Az egyik tulajdonsága az az action, hogy mi történjen, hogyha rákattintok. Futtasson le egy parancsot. Így néz ki. Action, az legyen a run command. Ezután jön a parancs. Parancs az a value-ja lesz ennek. Oda a value után maskakörmök közé kell megadni. Mondjuk csak annyi legyen, hogy CA. Most ezt így szépen bemásolom. Lefuttatom. Ott van egy kedves Csabusa. És ha alsó hello-ra kattintok, akkor ott van, hogy a... De jó, hogy C-t írtam. Itt látjátok, hogy Csabusa mondta, hogy C. Mert ez a click event az azt jelenti, hogy aki rákattint, az futtatja a parancsot. Ez ugyanaz, mint hogy így beírtam van, hogy persze a... Ezt hozza ki a click event. Na most ugye a chaten van korlát, ebben a parancsban is volt korlát, nem tudom még most is van-e, mert én nem szoktam keresni a határokat. Én ilyenkor inkább ide egy set blokkot írok. Mondjuk szeretném, hogyha ezt a command blokkot aktiválná, amiben legyen egy CA, oké, mindegy. Mondjuk ide a tetejére rakja le a reston blokkot. Így. A tírja ugye most már a command blokk mondja, ezért van ez a kukacja. És ezt a parancsot így bemásolom ide a value-hoz. Lefuttatom, és ha most rákattintok a hello-ra, akkor ugye oda lelke a reston blokkot, az meg ugye kiről say hello. Ha szeretnének, hogy többször futtatható legyen, akkor ugye ide fölé vagy mellé, tök mindegy, egy másik set blokkot, ami levegőt rak a helyére. És akkor mindjárt ki is ütődik, de attól még aktiválódik. Ezzel ugye lehet több parancsot is aktiválni, hogyha most adok magamnak gyorsan olyan, így. És akkor itt több parancsot is lefuttat, ugye, amiket oda beleírtok. A másik ilyen click event, ami még szokott titeket érdekelni, hogy előhozzon egy weboldalt, ez az OpenURL. És hát ilyenkor a value-ban nyilván egy weblapot kell megadni. A reklám kedvéért most bemásolom a weboldalam címét.
Átlógott a másik sorba, de szerintem értitek így is. Így. Rákattintok, és akkor jön a kérdés, hogy elmegyek-e a csabusa.hu-ra. Azt mondom, hogy yes, akkor igen. Van még egy másik, ami előjöhet, ami érdekelhet titeket, ez a hover event. Hasonlít egyébként a click eventre. Így látjátok, ennek is van egy action, meg egy value értéke. Az actionbe azt kell írni, hogy show text. Van egyébként még show entity, meg show item, meg show achievement. Az achievement-tel ki lehet jelölni egy achievement-et, hogy azt mutassa. A show itemben meg egy tárgyat lehet megadni, és úgy fogja megjeleníteni, mint amikor a tárgyra viszitek rá a kurzort az inventory-ban. A show entity-nél pedig ugyanez, csak entitással. Igazából ezeket nem tudom, tehát hogy ki használja. A tárgyat még el tudom képzelni, esetleg, hogyha ilyen terrorós boltot csináltok, és akkor úgy jelenik meg a tárgy. A többit el nem tudom képzelni. Meg ezt a show text, de ezt a show textet, ezt abszolút. Úgyhogy ezt fogom megmutatni. Tehát show text, és akkor value, hogy micsodát, hát mondjuk azt, hogy szevasz. Két eszel, jó? Akkor legyen két eszel. Ezt az egészet bemásolom ide a command logba, lefuttatom, és most ha fölé viszem, akkor ott van, hogy szevasz. Meg rá is kattinthatok. Tehát ezt a click eventet és hover eventet is egyszerre rá lehet írni. Ugye csak a vesszőkkel kell elválasztani, ahogy mutattam. Meg gondot szokott nektek okozni ez az alap szövegkezelő irányítás. Na most akkor megmutatom még egyszer, hogyha szeretnétek kijelölni a command logban a parancsot, Ctrl plusz A, az kijelöli az egészet. Ha másolni szeretnétek, Ctrl plusz C, és ha beilleszteni szeretnétek a command logba a szöveget, Ctrl plusz V. Így, ennyi. Hogyha csak egy része kell, így egére tudtok kattingatni. Arra a részre viszitek, ahol szeretnétek, lenyomva tartjátok a shiftet, mondjuk csak ezt a show textet szeretném, így. Lenyomva tartjátok a shiftet, és a nyíl billentyűkkel pedig viszitek a kurzort, akkor kijelöli szépen. Ha hosszú a parancs, ami gyakran előfordul, és az elejére szeretnétek menni, akkor a home gombbal lehet. A végére pedig az end gombbal lehet menni. Lehet ugrálni így szóközönként. Most ott van a terror előtt a kurzor. Lenyom a Ctrl plusz a jobb nyilat, akkor a következő szóköz utáni részhez ugrik a kurzor. Látjátok, a kukac A előtt van. Most megnyom még egyszer, akkor a szögletes zárója előtt lesz. A következő az valahol a szöveg... Van egyáltalán a szövegben szóköz? Nem is tudom. Most megnyom a Ctrl nyilat, és van a kedves után, ugye. Odaugrott. Megnyom még egyszer. Ez már a legvége. Egy van a közepén. Ezzel is így lehet navigálni. És ezt még úgy is lehet kombózni esetleg, hogy mondjuk nekem innentől, itt az csak a szögletes zárójeles rész kell, akkor Shift plusz End, az ugye a Shift-tel kijelölök, az End-el pedig a végére ugrok, tehát attól kezdve a végéig kijelöltem most az egészet. Gondolkodom, hogy nem hagytam-e még ki valamit. Igazából kérdezzetek, és csinálok még egy részt a tarónak. Szerintem a nagyon alapokat elmondtam, amit kalandpályához leggyakrabban használtok, szükség lehet, azokat a részeket elmondtam, hogyan lehet kattintani, több sorba írni, színesen írni, meg formázásokat is. Még vannak lehetőségei a tarónak, nem ez volt az összes. Ezek szerintem a leggyakrabban használt részek, én mindenképpen ezeket használom a leggyakrabban. Remélem hasznos volt a videó, a kézikönyv óvjon.